Magyari Zoltán, a Közigazgatástudomány iskola teremtője születésének 127. évfordulója alkalmából több szervezet együttműködésében két napos programot szerveztek, melynek első napja Tatán, második napja Budapesten zajlik majd. A programsorozat ma a tatai tóparton koszorúzással kezdődött, ahol Magyari Zoltán mellszobránál felidézték a tudós életét, munkásságát. Egy egyetemes műveltségű tudós ember volt, és az az alázat és elszántság, amivel a tudományát művelte, és most legyen szó közigazgatásról, polgári jogról, büntető jogról, ő az egyik legjelentősebb figurája a 20. századi magyar jogtudománynak. A magyar közigazgatás felépítése, a közigazgatás személyzete, egyáltalán az a megközelítés, az a módszertan, hogy ő foglalkozott ezzel, illetve a területi közigazgatás, amely most kerül be hangsúlyozottan az oktatásban, az állam, mint ilyen, az mind visszanyúlik azokhoz a kutatásokhoz, illetve azok a gyökerekhez, amelyet Magyari Zoltán neve fémjelez. A nagysága a tájékozottságában, a felkészültségében rejlik, és a tartásában. A két világháború közötti Magyarországon, a 20. században persze, kevés olyan nagy tekintélyű tudós volt az országban, mint ő. A közigazgatás tudománynak világhírű szakembere volt Magyari Zoltán. Nem véletlen, hogy bárhová utazott, és nagyon sok felé utazott, kitűnően tudott nyelveket. A legmagasabb szinten fogadták Európa szerte. Amerikai külügyminiszter Cardell Hall személyesen fogadta, de személyesen fogadta ma olyan odiózus név is, mint Mussolini vagy Hitler, és amikor 1935-ben a Szovjetunióban járt, ez életének teljesen ismeretlen területe volt, pontja volt. Itt érte csalódás, hogy az európai államokkal ellentétben Sztálin nem fogadta őt személyesen. A külügyminiszter Kánya Kálmán segítette, Bethlen Istvánnal, miniszterelnökkel személyes kapcsolatban volt. Tehát valóban az ország talán legfelkészültebb közigazgatási szakembere volt.